Idén minden jelentősebb európai megytermelő országban jó termést várnak, és általános jelenség a korábbi szezon kezdet is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hívja fel a megytermelők figyelmét, hogy a tavaly óta kötelező megyfelvásárlási szerződés a magasabb felvásárlási ár kiharcolásában is segíthet. A feldolgozó üzemek igazából még nem indultak be, van, ahol a cseresznyének a végével foglalkoznak. Most a megyre egyenlőre olyan árat mondanak, amivel a gazdák kezdenek barátkozni. Ez egy 150 forintot jelent a beszállítva az üzembe. Nyilván ezek az utcai kereskedők, akiket én nem nagyon ajánlok a termelőknek, ezek igyekeznek minél nyomottabb áron, hallottam már 110 forintot is. A 150 forint sokkal biztonságosabb egy üzembe beszállítva, vagy annak az üzemnek a felvásárlójához eljuttatva, ugyanis a kompenzáció még jön hozzá, ezeknél az utcai felvásárlóknál meg az elmarad, vagy van, vagy nincs, számla nem keletkezik belőle, úgyhogy én szeretném, és az Agrárgazdasági Kamara abban volt érdekelt, hogy már a tavalyi évben is kötelező volt ez a szerződés, ami valójában nem jött létre, és nagyon úgy tűnik, hogyha megint csak van ilyen szintű felvásárlás, akkor mégse veszi ezt komolyan, akkor ezek szerint se a feldolgozó, se aki megtermeli ezt az árut. Idén a korábbi évekhez képest megközelítőleg 20%-kal magasabb megytermést várnak a szakértők, azonban a várható 80 ezer tonna még így sem lesz kiemelkedően magas, hiszen a termőterületek évről évre nőnek Magyarországon. Ebben az évben a sok éves átlagnak tekinthető 65 ezer tonna, illetve a tavalyi 72 ezer tonnás termés után egy olyan 20%-kal magasabb termést várunk, ami azt jelenti, hogy 80 ezer tonna körüli mennyiséget lehet, vagy lehetne betakarítani. Azért mondom, hogy lehetne, mert ebben még a mai napig is nagyon sok a bizonytalanság, ugyanis a tavasz, az április, a május nagyon melegre és nagyon aszályosra sikeredett, ezért a gyümölcs méretek a nem öntözött ültetvényekben még elmaradnak a kívánatostól. Az utóbbi egy-két hét pedig borzasztóan csapadékos, és ez a csapadékos, párás, meleg időjárás értelemszerűen fokozhatja a gombabetegségek iránti hajlamot, hozzájárulhat a gyümölcsök repedéséhez, kicsattogásához, ami ronthatja a piacra kerülő árualapot. Apáti Ferenc hozzátette, a szokásos 5-6 hetes betakarítással szemben idén összetolódik a szezon, és megközelítőleg 3-4 hét alatt kell majd leszedni az összes gyümölcsöt, a hazai termés minősége azonban kifogástalan lesz.